A divat és a fenntarthatóság ez a témája a köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjének legújabb adásának. Áder János egy újságíróval beszélgetett a divatipar riasztó tényeiről, például, hogy egy farmernadrág, valamint egy póló előállítása több mint tízezer liter vízbe kerül. Tudatos vásárlással viszont sokat tehetünk a környezetvédelemért. Divat és fenntarthatóság, Könnyednek tűnő, mégis riasztó téma. Áder János így vezette fel Kék bolygó című podcastjének legújabb adását. A köztársasági elnök ezúttal Menján Eszter újságíróval arról beszélgetett, hogyan zsákmányolja ki a divatipara természetet. Amikor előadásokat szoktam tartani fiataloknak, akár középiskolásoknak, akár egyetemistáknak, akkor felszoktam tenni egy kérdést. A kérdés az úgy hangzik, hogy tudják-e, hogy mennyi egy farmernek a víz lábnyoma. Egyetlen farmer nadrág és egy póló előállításához 10.000 liter vízre van szükség, 2015-ben pedig összesen 43 balatonnyi vizet használt el a világ textilipara figyelmeztetett Áder János. Mengyán Eszter divat tanácsadó szerint az adatok aggasztók, ezért döntött úgy, hogy újságíróként felhagy az úgynevezett fast fashion, vagyis a tömegdivat cikk gyártók termékeinek népszerűsítésével. Nagyon sok cikket írtam arról, hogy ugye mik a kötelező darabok, vagy hogy mi, mik a szezonálisan nagyon divatos holmik, ö, ö, Beszélgettem persze akkor már magyar tervezőkkel, alkotókkal is, de, de azért nagyon sokszor ö, olyan képekkel illusztráltam a cikkeimet, amik például ezektől az úgynevezett fast fashion márkáktól származnak. És, ö, és, amikor, amikor megnéztem egy dokumentumfilmet, és rám az volt a legnagyobb hatása, ez a The True a valódi Ár című dokumentumfilm, akkor tényleg napokig ültem otthon, hogy, hogy akkor így, most akkor hogyan fog mesélni az öltözködésről vagy a divatról? A blogger elmondta, a termékeket olyan távol-keleti vagy afrikai országokban gyártják, ahol olcsón és kevésbé szigorú előírások mellett készíthetők el a ruhadarabok. Áder János pedig úgy fogalmazott, a gyorsan előállított divatcikkek gyártása ráadásul nem pusztán a felhasznált vízmennyisége miatt jelent óriási veszélyt a természetre. A ruházati termékek elkészítése során nagyon sok vegyszert, festéket használnak fel, és ezeknek egy jelentős része, különösen a fejlődő országokban, már pedig a divattermékek, divat ruházati termékeknek egy jelentős része a fejlődő országokban készül, tisztítatlanul kerül ez a víz vissza a folyókba, tavakba, szennyezi a környezetet, és rontja az ott élő embereknek az életfeltételeit. A helyzeten tovább ront az úgynevezett dobdel kultúra térnyerése, tette hozzá a köztársasági elnök. Áder János felvetésére Mengyen Eszter azt tanácsolta, a változásért a tudatos fogyasztással bárki tehet. Tényleg szükség van-e mondjuk egy újabb és egy újabb farmerre, vagy egy újabb és egy újabb pólóra? és ezért is vagyok én nagyon a second-hand pártján, vagy a másodkészből beszerzett ruhadarabok pártján, mert azok már elkészültek, itt vannak, nagyon jó minőségű darabokat lehet egyébként találni. Az újságíró arról is beszélt, a mosási szokások megváltoztatása is hatalmas változást hozhat globálisan. Áder János pedig hangsúlyozta, a nemzeti kormányoknak is van tennivalója azzal, hogy a megfelelő szabályozással és ösztönzéssel segítsék a divatipar átállását. A teljes beszélgetés Áder János Kék Bolygó című podcastjében már elérhető az interneten.